Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit, a püspökatyát és meg a kedves testvéreinket is. Igazából ugye olvastam, hogy Magyarországon is, Németországban felütötte fejét a madárinfluenza, és tényleg, hát erre ki is vonult ott INTS, meg mindenféle szakember, minden, hogy ezt a nagy veszedelmet valahogy el lehessen hárítani. Biztos, hogy komolyan kell venni minden ilyen bajt, de erről cikkezik az újság, televízió, mindenki, meg kell oldani a problémát. Persze, hogyha én arra gondolok, hogy például a veszekedés, a civakodás, a háborúskodás mennyi kárt csinál, hát ahhoz viszonyítva ez a madárinfluenza az mondjam úgy pipeporc, nem? És vajon foglalkozunk-e mi ezzel, hogy valahogy kikapáljuk a mi szívünkből, családjainkból, közösségünkből is ezt a nagyon csúf dolgot, ezt az állandó veszekedést, civakodást, hogy mondjam, szkanderbégezés, hogy kinek van igaza, kinek mennyire van igaza, hasonló. Tehát ha belegondolunk, hogy itt Magyarországon hát közel 20 ezer ember ül a börtönbe, karácsonykor az angyalt ott a rácsok között fogják fogadni, vagy több mint 20 ezer állami gondozott gyerek van, nem? Több mint 3 ezer gyerek, szóval felnőtt ember öngyilkosságot követett el. Nagy számok ezek, nem? Bajuk. És hova lehet ezeket visszavezetni? Mi a gyökere? Hát a civakodás, a veszekedés, a meg nem értés, hogy kinek van igaza, ide lehet visszavezetni. Most konfliktusok mindig is voltak, s lesznek. És arra gondoltam, hogy hát ugye a Jóistennek annyi bajnoka van, aki békét hozott oda arra a földre, ahol élt, abba a közösségbe. Hát gondoltam, minden adventi napra kérjünk, keressünk egy ilyen bajnokot, és álljunk mellője, tanuljunk tőle, jó nagy dózisbe kiszerelve, tehát a békességet, hogy mondjam, pricoljuk, fecskeldezzük be a mi szívünkbe, családjainkba, hogy hát ha karácsonykor ugye az angyal, melyik jön, és azt mondja, hogy a békesség a földön az jó akaratú embereknek, hát ha igaza lesz, na, összejön nekünk, nem? Na hát, a tegnap Szent János, a Szent ugye, Józsefet kértük meg, ő az első újszövetség szentje, hogy hát legyen a mesterünk, tőle tanultunk, ma én a boldogságos szűzanyát hoznám például magunk elé. Legyen ma ő az mi mesterünk. Olyan érdekes, ugye, hogy 12 éves kis Jézus elveszett, nem tudom, erre a történetre biztos emlékeznek el. Én egész kis gyerekként hallottam, kellett volna menni focizni, és a plébános úr elkezdte jó nagy dagályosan elmondani, hogy elveszett. Istenem, most mi lesz? Hogy álljak a mennyei atya elé? Nincs kis Jézus, hol van? Nincs egy másik? Nem lehet ilyen mondani, nem? Na hát meg kell keresni, hol van? Nem tudom, és akkor papbácsi nagyon dagályosan elmondta, hogy hogy ment el a teve paraván szerágba, és nincs kis Jézus. Nem láttak egy ilyen kicsi fiúcskát? Jézuskának hívják, így volt felöltözve. Nincs. Akkor ment tovább a szűzanya minden. Persze nekem kellett volna menjek focizni, de hogy mondjam, sehogy se került meg az a kis Jézus. Emlékszem, hogy mind magam arra gondoltam, milyen egyszerű lett volna, mennyi, hogyha szólt volna a kicsi. Mária, menj be a segrestjém ott a függöny mögött. Na, puszi, puszi. Nem, mennyi, hogyha karba teszi a kezét, hallám, ez az én leányom, mennyire életre való Józseffel, mit tudnak csinálni. Hát mindenképpen azt gondolom, hogy ez is olyan érdekes, mert na, hogy eszébe se jutott Máriának, hogy a templomba keresse a kis Jézust. Minden esetre végül megtalálja. És azt írja a Szentírás, hogy hát Mária odafordul a kis Jézushoz, és megkérdezi, nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Hát miért tetted ezt velünk? Milyen szép, nem? Jézus válaszol, hát nem tudtátok, hogy atyád dolgaiba kell lenni? Nem erőst érti valószínű a szűzanya Szent József. De mégis azt írja a Szentírás, hogy hát megfogták a kis Jézus kezét, hazamentek, és Jézuska növekedett kedvességbe és bölcsességbe az emberek örömére. Egy helyzet, egy feszültség a családba is, történnek ilyen-olyan dolgok. Milyen jó lenne, megtanulnánk a szűzanyától ezt a párbeszédes hangulatot, nem?
Tehát nem azzal kezdi Mária Eli a nadrág szikercs, az a padlaskáját. Még fogsz te elcsavarogni, srügy be a fenekibe. Szegény Lukács, nem tudom, hogy tudta volna leírni, hogy hát amikor időn Mária vagy Szent József kiporolta kis Jézus nadrágját, szóval eléggé, na, ciki lenne, nem? Tehát, hogy ilyen nehéz helyzetben is a boldogságos szűzanya, Szent József meg tudták őrizni nyugalmukat, vagy önuralmukat, és párbeszédet kezdenek a fiúkkal. Tehát nem kiabálnak, nem nyakon verik, nem jelenetet rendeznek. Hát mit mondok én a mennyei atyának, elveszett a drága megváltó, nem? Hanem szépen, nyugodtan, higgadtan. És azt gondolom, hogy egy dolgot tudnék én az önök szívébe ma este beírni, az azt lenne, hogy bármi is történik, a párbeszédre való készséget őrizzük meg magunkba. Tehát, hogy ne ítélkezzünk, ne veszekedjünk, hanem kérdezzük meg a másiktól, hogy hát ezt hogy képzeli ő. Amúgy, ha megnézzük a Jézus életét, Jézus is mindenütt ezzel operál. Ott vannak az emmauszi tanítványok, valószínű ismerős a történet, ugye, hogy húsvét hajnalán, tehát húsvét napján, tehát feltámadás után egy pár órával Jézus szembe megy az emmauszi tanítványokkal. És megkérdezi, fiúk, mi a baj? Te vagy az egyetlen, aki nem tudod, mi történt Jeruzsálem, hát mi történt? És Jézus elbeszél, meghallgatja saját sztoriát, mi ott sem lett volna. Hát mi bíztunk benne, komolyan vettük, hagyta magát megfeszíteni, túró az egész. Mi idáig vagyunk kereszténységgel, Krisztussal, aki akarja, csinálja, mi megyünk haza. És Jézus nyugodtan meghallgatja ezeknek az embereknek a kifogadását, és nem azt mondja, hogy ti ábrándultatok ki belőlem? Hát el se jöttetek a temetésemre. Jezed idegen és Simon köl egy cipelje, hurcolász azt a keresztet, hol voltatok? Tehát nem... Tehát ilyen nagypénteki esemény után, úgy mondja, egy kicsit az indulatok elszabadulhattak volna. De milyen szép, hogy nem ez történik, hanem Jézus átdöfött szívvel, átdöfött lábbal elkíséri ezeket az embereket, és azt írja a Szentírás, hogy olyan szépen beszélt, hogy ők maguk ének idején, azt mondja, volt erejük visszavenni, mert lángolt a szívünk, még hallgattuk őt. Párbeszéd. Tehát Jézus nem kikényszeríti az élő hitet, vagy a mellette való kiállást, hanem ha kell, akár vérző szívvel is elkíséri. És olyan érdekes, mert ha belegondolok, itt van Jeruzsálem, és találkozok az emmauszi tanítványokkal, minden lépéssel távolabb kerülnek ezek Jézustól, a közösségtől, az egyháztól, mindent, és Jézus elkíséri ezen a tőle eltávolodó úton, és szépen beszél velük. Lángol a szívük, még hallgassák őt. A testvéreim, döntsük el, hogy ezentúl bármi is történik, mi a párbeszédet válasszuk. Mert sajnos sokszor olyanok vagyunk, mint a, nem tudom, valószínűleg ismerik az agresszív kismalackát, aki elindul, hogy hát melyik elkérem a létrát a nyuszitól, de hát ez a nyuszi, ez olyan önző, úgyse fogja ideadni, de mégiscsak elmegyek hozzá, mert mit tudom, miféle. A múltkor, mi? De nem fogja ideadni, hát hogy rossz fél ez a nyuszi, meg minden. Na addig mondja, míg odaér, és akkor becsenget, nyuszi kijön, na mi baj van, malacka? Tudod mit? Fújd fel azt a létrát, ne is lássam. Na, párbeszédre való készség, nem? Nagyon sokszor nem így állunk a dolgokhoz. Gondolom, önök is sokszor hazamennek, talán jókedvel, derűvel, és akkor kedves férj vagy feleség, mondd ezt, azt, amazt, és elé te is mondasz valamit, és te indul se vége, se hossza, csak egy nagy kupac lesz, nem? Kihozzuk egymásból a rosszat, párbeszédre való készség. Ugye, hát most nem tudom, hogy Székesfehérváron vannak-e kóborkutyák, Erdélyben van elég. Az ember megy hazafelé, egy ilyen kutya szembeszalad az emberrel, ugat. Na most két lehetőséged van. Az egyik az, hogy hát próbálsz belerugni, vagy kővel megdobni, ő meg ugat, aki bírja, marja, jól el lesztek egy darabig, nem?
Hát hazamész, és az első dolgod az lesz, hogy elhatározod, hogy veszel egy puskát, az összes kóborkutyát lelövöd, nem? Hát gondolom, a kutyának is vannak elképzelései, elhatározása a te bokáddal kapcsolatosan, lábikráddal, nem? Ez az egyik út. Hát sajnos nagyon sok ember ezen az úton jár. A másik út, ugye a kutya ugat, te szépen hozzászólsz, talán le is hajolsz, megkínálod egy darab kenyérrel, valamivel a zsebedből, a kutya elkezdi csóválni a farkát, te megvakarod a fületövét, hozzád dörgölődik, és egy baráttal több lesz-e, haza kísér. Hogy abból a vicsorgó állatból mi jön ki, egy dühös fenevad, vagy egy jó barát, ez legtöbbször, legyünk őszinték, rajtunk múlik. Meg tudom ezt szelidíteni, nem? Most mit hozok ki az én férjemből, szomszédomból, gyerekemből? Ez megint, hogy mondjam, ne azt mondjam, ilyen a világ, hanem ezt hoztam ki az én férjemből, nem? Ne őt szidjam, mert amikor azt mondom, ő a hibás, akkor egy ujjam valóban ráirányod, de másik három, hogy mondjam, igen, ő a hibás, ő. És olyan sokszor megtapasztaltam kisgyerekkel, felnőttel, kollégákkal, állami hatósággal, hogyha én kész vagyok, nyitott vagyok a párbeszédre, hogyha meghallgatom az ő érveit, és megpróbálom én is bölcsen, alázattal, szeretettel elmondani az enyémeket, akkor mindig megoldódik a probléma, mindig tovább lehet menni, mert világ nem olyan rossz. Isten teremtett mindannyiunkat, az ellenőröket, a hatóságot, a vámosokat, mindenkit. És Isten selejtet nem teremt. És hogy te ezzel a hittel tudsz odafordulni a másikhoz, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokszor megvan neked az esélyed, lehetőséged arra, hogy a győzelemre vidd azt az ügyet, amit magad elé célul tűztél. Nem hiszem, hogy lenne ezen a földön olyan fizikai személy, akivel ne érné meg párbeszédet folytatni. Boldogságú szűzanyának van türelme megkérdezni. Három nap keresés után az nagyon sok kefét jelentett, ugye rákatta a szegény szűzanya a körmét, hogy hát most képzeljük el, hogy milyen nehéz lehetett ez neki. És mégis nyugodtan, higgadtan beszél a drága szentfiával. És nem érti a szentfia válaszát, mert 12 éves gyerek, nem tudta, hogy atyám dolgaimba kell legyek. Valószínűleg nem értette. Húsvét után megértette ezeket az üzeneteket, de akkor nem. De el tudja fogadni a másiknak a véleményét. Milyen jó lenne. Hát ugye mondjak egy pár konkrét történetet erre, hogy ugye a gyerekeket, akik hozzánk hozzák, nem mindegyik, nem csak árvák, hanem sokan, bizony ilyen-olyan rossz csontocskák is, és az ember ilyenkor le kell velük üljön szépen, nyugodtan beszélni. Tehát ugye én mindig, hogyha valakivel probléma van, akkor elviszem, hova vigyem, hát egyet egy fagylaltra, vagy egy süteményre, vagy valahova leülünk beszélgetni. Én utkor kérdezem egyik gyerek, hány ablakot kell betörjön, hogy őt is elvigyem fagyizni. Na. Hát mondjak el egy konkrét történetet, ugye soha nem felejtem el, hogy hát Szolátán befogadtunk három gyereket. Ugye úgy van, hogy kollégáim befogadhatnak új gyerekeket, de kirúgni, hát ugye azért fenntartom ezt az örömöt magamnak. Na, nagyon ritka az, hogy mi valakit elküldünk, de hát az végül is elbe teoretikusan létezik ez a lehetőség. Hát befogadtak három szép kislány, mind a hármat ötödik osztályba, tehát ez sokat elárul, hogy nem ikrek, s mégis egy osztályba járnak. Na hát, hétfőn, csütörtökön már ki voltak rúgva az iskolából. Na most ugye nekünk nincs magániskolánk, tehát mi gyerek otthon vagyunk, és küldjük az állami iskolába a gyereket, hát onnan kirúgják, akkor rakhatja az ember füstre, most mit csináljak vele, nem tudom miféle. Hát gondoltam, megnézem, hát mit tudnak ebben. Sokszor egy fiú egy egész évig küzd, hogy valahogy kirúgják az iskolába, nekik 3-4 nap alatt összejött, gondoltam, ez csak tud valamit ezek a lányok, csak hallám, mi van benne. A pedagógusban mindig ott kell legyen a kíváncsiság. Tehát nem előítélet, hanem na, mi van? Hát hamar kiderült, ugye, hogy szegény számtan tanárnő írt a táblára, ugye
órán, és akkor az egyik kislány elkezdett kukorékolni, a másik kettő a pad alatt kereste a kakast, persze az egész osztály röhögött, fedrengette az örömtől, és ezt eljátszották, vagy 15-ször, és végül szegény tanárnő, hát kirohant az osztályba, és mondta, hogy vagy ő, vagy csavartja a gyereke, de innen valaki elkötözik. Na hát hazaküdték nekem, hogy örvendezek a lányoknak, minden. Na most mi kukorékol számtan órán egy kislány, nem? Hát ez ebből doktorálni lehet szerintem, nem? Tehát, hogy az ember nem mérgelődjön, hanem gondolkozzon, töprengjen. Na, hát mi az oka annak? Na, hát párbeszéd, nem? Hát mondtam, lányok, gyertek, elmenjünk fagyizni. Hát leülünk, hogy na most miért is történik ilyen? Én úgy láttam, hogy én is, hogy őszinte legyek, egy fagyizó mellett könnyebben megnyílok, mint a tanáribattam valahol Perzsán, vagy ilyen az olyan kivégző osztag hangulata van annak. De fagyi mellett az sokkal könnyebb őszintén beszélgetni. Úgyhogy én ajánlom önöknek is, tehát egy-egy feleséggel, férjem, mielőtt valami nagy beszélgetés van, azt meg is kell tervezni, ki kell azt találni. Tehát ugye Jézus Krisztus ugye ott a Galileai tópartján, amikor Péterrel akart beszélni, milyen szép, ugye egy tüzet rak, halat süt. Ezek egész éjjel haláztak, kijönnek. És akkor Jézus mondta őszintén, gyere reggelizni, melegedjél meg. Beleszöktél a vízbe, annyi eszed van, nehogy meghűljél, na, hűj ide a tűz mellé. Na, Péter, mondjad, szeretsz te engem? Hát, hogy mondjam, egy ilyen felvezető után könnyebben mondja Péter, uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged, párbeszéd. Na de menjünk vissza a kislányokhoz, fagyizunk, hát hogy történt, hogy nem történt, mi történt, mi nem történt. Hát kiderült, hogy a szomszédban volt egy kutya. És az a kutya átjárt, és az a nagy apukájának voltak valami tyúkja, és az megette a tojást, aztán a tyúkot is, és a két mafla székely ahelyett egy kerítés húzott volna, hát hónapokon keresztül cirkuszol, folyt a lamúr, meg nem tudom micsoda, aztán végül apuka átment egy baltával, hogy megnevelje a kutyát. De kicsit megijedtem, és az hogy sikerült, hát egyik lábát levágta. Kemény dolog, hát persze most akkor a szomszéd mit csinált, az is visszajött a baltával, és végül apukát fejbeütötte, és a mentő elvitte apukát, apuka meghalt, anyuka idegileg összeomlott, nagymama nevelte az unokákat, ahogy tudta, de ilyen történelmi helyzetben ki a francot érdekel a matematika elvont szépsége, nem? Persze a gyerekeknek már ötödikes korában nagyobbak már bukdácsoltak minden, hát az egész iskola francia nyelven volt, ők nem értettek semmit abból. Na és már ők is nagyocskák voltak, szépecskék voltak, voltak az osztályban ügyes fiúk, kellett volna imponálni előttük, de hát hogy mondjam, nem sok babél termett matematika órán nekik. Hát a kukorékolás az bejött, az pillanatok alatt az összes fiú a földön volt, fetrengett, és persze mindenfélét ígértek, na még egyet, na még egyszer, na még egyszer. És a lányok, hát ki ne szeretne a kör közepére kerülni, egy kicsit tapsi ezi azért, ki ne szeretne, hogy mondjam, fontos lenni. Hát ők ezt az útját választották az érvényesülésnek. Na most, hát ugye elég hamar, mire fajlalt elfogyott, ez ki is derült, hogy ez így van. Hát mondtam, hogy lányok, két út van előttetek. Hát az egyik az, hogy hazamentek kapálni, kukorékoltok, mikor akartok, de elég macerás az az egész dolog. Hát napszámost mindig keresnek. Erdélyben is, Magyarországon is van, meg is fizetik valamilyen szinten, de A, B, elkezdtek tanulni, elmegyünk hónap, bocsánat kérünk az igazgatónétől, én térgyen állva megígérem, hogy több kukorékolás nincsen, hogy szent a béke, minden, és keresünk egy jó nevelőnét, ügyesen mellétek áll, tanultok, szép ruha, minden, meglássatok a fiúk kukorékolás nélkül is haza foglak kísérni titeket. Na, és hogy néztek nagy kerek szemekkel, és azért, papácsi, tényleg bocsánatot kér a mi nevünkben? Mondom, igen, mert hát én hiszem, hogy Jézus Krisztus értetek, meghalt a kereszt, hát akkor legalább ennyit én is megengedhetek magamnak, hogy bocsánatot kérjek a ti nevetekben. Hát én tudom, hogy ti jók vagytok, tudom azt, hogy ti szeretnétek jókedvűek lenni, és azt szeretnétek, az osztály kacagjon, de hát most azért tudjátok, a tanárnő, a matematika tanárnő, a kukorékolásra allergiást nem bírja idegekkel. Nagyon kell kukorékolni, mondtam, rakunk létrát a kolostorhoz reggel 5-től, 6-ig, 7-től lehet kukorékolni, de matematika órán
Megígéritek? Na persze, megígérték, és hogy mondjam, én nem mondom azt, hogy ezekből a lányokból mostan, hogy mondjam, közeljövőben doktorálni fognak, vagy nem tudom, hogy szentik el avas az egyház őket, tehát ez ilyen veszély nincsen fent, de mégis olyan időt nyer, életet nyer. Jönnek tavasszal, tanév végén, papbácsi, megvan a 7., 8. elvégeztük, haladunk. Igen, testvéreim. Olyan egyszerű ítélkezni, olyan egyszerű, hogy mondjam, olajat önteni a tűzre, vagy másikról rosszat mondani. De mielőtt én bárkiről rosszat mondanék, gondoljak arra, hogy ezért az emberért a mi Úrunk Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Tehát mielőtt én azt a gyereket elítélnék, gondoljak arra, hogy csak ez egy kislány lenne ez a földön, Jézus érte is ember élet volna, és vállalta volna a kereszt halált, nem? Vajon nekem megvan a jogom ítélkezni felette? Én azt mondom, hogy nincs meg a jogom. A másik dolog, amit nagyon fontosan át kell gondoljunk, az, hogy mondjam, hogy a bűn, a rosszaság, az olyan, mint egy rabság. Tehát Isten gyermekét, a szabad Isten gyermeki életétől ez a bűn ezt a gyermeket megfosztotta. Nem jó neki. És azt gondolom, hogy nekem az a dolgom, hogy felszabadítsam őt Isten gyermeki tiszta, szabad, jókedvű, vidám életére. Tehát egy orvos, hogy nézi az ember a televízióban, hogy küzdenek, ugye valaki meghal, és ott a első segélyt, és elektrosokat, mindent adnak, küzdenek az életéért, hogy megtesznek mindent, hogy az illetőt megmentsék valahogy. Hát vajon én annak a testvéremnek a lelkét nem kéne megmentsem? Nem kéne kitaláljak, érveljek, gondosan, nyugodtan, higgadtan, hogy meggyőzzem arról, hogy van remény? Sose felejtem el, ugye, hogy hát ugye tanév vége felé volt, szép tavasz idő, már érett a cseresznye, és én mindig díván körbejárok a Kolostor körül, ott a gyerekek, ahol laknak a többház körül, hogy hát az ajtók be vannak-e csukva, a villany le van-e útva, minden rendben van-e, minden. Hát, hogy meghallom, hogy a cseresznye fán, ugye itt volt a kerítés, itt a Kolostorunk, és túlfelől van egy tömbház, és előtte volt egy szép nagy cseresznyefa. Kerten túl, szomszédnál. És hallom, hogy magyarul beszélnek. Hát tudom, hogy a varjak azok, vagy mit tudom, nem beszélnek magyarul, meg ott az igazából románok laknak arrafelé, hát csak a mi fiaink lehetnek. Oda megyek a falá, hogy egy nagy jelenetet ne rendezzek, mondom, gyertek le! Olyan csend vett a fám, mint a sírba. Hát ilyenkor most mit csinálja a lelkipásztor? Hát szépen csendesen felmászik a cseresznyefára, nem? Hát ugye este olyan 10 óra felé volt, tehát már nyáron sötét volt, és hát ugye körülbelül annyi óra volt a cseresznyefa a tömbháztól, mint ott az a fal, és a második emeletről, már jó magasan voltam, kijött egy férfi dohányozni. Hát ez olyan közel volt, hogy hát szinte, hogyha kinyújtotta volna a kezét, kezet fogadtunk volna. Én már akartam mondani, hogy dicsértessék, vagy valami hasonló, de aztán hát gondoltam, hát ha mégse lát, ugye én árnyékban voltam, ottam bent. Én soha életemben nem gondoltam, hogy egy száz szivarat, ugye nem szivarazok, ilyen sokáig tart elszívni. Végig azért imádkoztam, hogy most ezeknek a lókötő gyerekeimnek, hogyha most valamelyiknek eszébe jut, majd legköszönjük, hogy Csaba tesó, ott van cseresznye? Én nem tudom, hogy tudnám megmagyarázni ott a kedves testvéreknek ott a tömbházban, hogy hát én gyereknevelési úton voltam, nem? Na, aztán valahogy elfogyott a szivar, én leszedtem a fiúkat a fáról, meg minden. Hogy mondjam, miért tettétek ezt velem? Fontos, hogy leüljön ilyenkor az ember a gyerekekkel, elbeszélgesse, hogy történt, hogy nem történt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kisgyerek, hogyha a pelenkát telerakja, akkor ne csináljuk úgy, mintha semmi se történt volna. Igen, tisztába kell rakni azt a gyereket.
De nem lehet a gyereket a szemet a kakás pelenkával együtt kidobni, nem? Hanem szépen a gyereket tisztába rakom, adok egy puszit, na vigyázz magadra máskor is, ne történjen ilyen, és megy az élet tovább. Például ugyanúgy a tömbházban, hát egyszer szól a telefon, hogy itt vannak a rendőrök, betörés van. Már mit hozzák egy áruházba, mi törnének, mi nem tudom, de ők tudják, ott vannak, feljelentés, nem tudom. Nagy nehezen megértettem, hogy ugyanabból a szomszéd tömbházból látták, hogy nálunk az erkélyen valakik felmásztak. Aztán időre kiderült, hogy nem fel, hanem lemásztak. Na de hát, hogy mondja, hogy néni nem tudott aludni, és felhívta a rendőrséget, mert valamit látott. Na jó van, képzeljék, ilyen kettőkor pizsamára felvesz az ember habitust, mászkál mindenfelé, kinyomozza, hogy mi is történt valójában. Hát az egyik fiunk lemászott a harmadik emeletről. Na hát ez elég félelmetes, mert nappal se hiszem, hogy én le tudnék mászni, most hogy mondjam, hogy szőlő van, meg minden, tehát hát az embert kiver ilyenkor a víz, nem? Na hát, emlékszem, hogy azért elkísértem a rendőrököt, és mondottam, majd reggel felmegy, és akkor kimossuk a szennyest. Addig talán nem történik semmi egyéb nagyobb baj. De olyan dühös voltam, egész ilyen forogtam az ágyba, ugye, hogy miért tettétek ezt, ugye, hát ugye eszembe jutott, hogy Mária ilyenkor azért megőrizte a türelmét, és emlékszem, fölmentem, és akkor kérdeztem, na, fiúk, de most őszintén, még kellett ennek így történnie? Álltok nagy, tehát ők tudták a rossz fát, nem kellett volna ezt így csinálni. Álltok a félkörben, hogy mondjam, és akkor végül az egy, kiderült, hogy hát hoztak-e 3-4 nappal ezelőtt egy galamb fiókát, amit ők nevelgettek, ugye ferences lelkület, essen meg a szívünk mindenen, és ez a galamb fiókának pont akkor este illetne a kedvet, szottyant egyet repülni, persze nem erős tudott, lent a macska nyávogott, és a fiúk összebújtak, hogy na, ezt meg kell menteni, az élet a szent, és azt mellette kell dönteni. Hallották tőlem is eleget ezt. Na hát, és akkor elindult a mentőexpedíció le a lépcsőhöz, a falon. Hát mondom, hát miért nem mentetek az ajtón? Hát nem akarták zavarni a nevelőnőt, meg hogy felkőteni, meg minden. Most igaz-e, nem-e? Én hallok arra, hogy ez valóban így volt. Így történt. Minden esetre álltam ott a gyerekek mellett, megöleltem, megpuszíltam őket, utána elmentünk, megmutattam az ajtó, hogy nyílik, hogy kell lemenni, lementünk vagy tízszer, fel-vissza, hogy rögződjön a dolog, nem tudom micsoda. De szeretettel tudtuk elválni, és ezekkel a fiúkkal én hamar találkozok, persze ezek már mind kirepültek, nagy emberek lettek. Hogy mondjam, jókedvűen, vidáman megbeszéljük ezeket a gyerekkori csínyeket. És azt gondolom, valahol ez a fontos. Tehát, hogyha én akkor fölmeg, és elkezdem kivabálni, hogy te így, meg úgy, ki vagy rúgva, meg olyan könnyű ilyeneket mondani. Akkor én azt gondolom, hogy egy életre szóló sebeket tudunk egymásba okozni. És akkor, hogy mondjam, nem csak bennem, hanem az egész egyházban, meg mindenben csalódik az a gyermek, nem? Hát végül is jót akart, hát mentsük meg a galambokat a macskák szájából, nem? Könnyű ítélkezni. Párbeszéd. Megvan-e bennem ez a párbeszédre való készség? Tehát olyan Jézus Krisztus milyen szép, hogy nem ítél el senkit. Hogy mindenki felé tud ő nyitott lenni. Szóba tud állni a garadai ördöngöstől elkezdve mindenkivel. Hát én arra biztatom a kedves testvéreket, hogy döntsük el, hogy igen, a párbeszédet válasszuk. És nem csak a közvetlen környezetünkkel, én hiszem a hatóságokkal is. Ugye Déván, legyünk teljesen őszinték, 5% alatt van a magyarság. 95% a lakossága nem magyar. Mostan 93-ban, amikor én beindítottam ezt a gyermekvédelmi központot, hát ugye Romániában, akár csak itt Magyarországon, hát ateista, kommunista, hogy mondjam, pedagógusok voltak a toppon, hát ők úgy gondolták, hogy civil a pályán, nem? Hát most mit keres egy civil? Hát állami monopól volt a gyermeknevelés. A tetejében ez még katolikus pap is, még magyarul is beszél, na hát ez persze kiverte a biztosítékot ott, én semmiféle engedélyt nem kaptam, hogy szóval se akartak állni velem.
Na hát, hogy mondjam, egy olyan padhelyzet volt, hogy jöttek a gyerekek egymás után, hát én nem küldtem el őket. A hatóság meg üzengetett, hogy rakjam ki őket, meg nem tudom, mondtam, hogy van nekik autójuk, vigyék el, ha akarják, de én egyet se rakok ki belőle. Na, és olyan szkanderbégeztő padhelyzet volt. Na most akkor mit lehet csinálni? Hát tudtam én, hogy ha ezt románul csinálnám, és ortodox szél, hát én lennék a nap hőse ottan, hát így meg nehéz nekik elfogadni ezt. De most én mit csináljuk? Ez vagyok, az ember vállalja az identitását. És én gondolkoztam, hogy ezt hogy lehetne megoldani, és eszembe jutott, hogy a polgármesternek akkor volt a névnapja, Mircea. Na, menjünk, köszöntsük fel. Csomó gyerekkel, virággal, minden, elmentünk. Hát ott a polgármester bácsi, város, mondtam a gyerekeknek, lássatok, ő a város legjobb embere. Tata orású, mondtam románul, város atya, árvák gyámula, a szegények vigasztalója. Hát én mióta el tudtam mondani, mindent elmondtam, mondtam, én is rászavaztam, mert jobb úgy sem volt. Tehát hogy mondjam, tehát bízni kell benne. Na hát, és mondtam, gyerekek, névnapja van, köszöntsük fel. Gyerekek néztek azt a sok jó embert, énekeltek neki, virágot adtak, minden románul, magyarul, mindenképpen latinul énekeltünk, szóval fel volt ő köszöntve, és amíg folyt ez a kis előadás, akkor lányok hoztak finom süteményeket, mindent, körbeállták ott, mi leültünk oda a nagy parketre, volt egy nagy szép perzsa, piknikeztünk ott egy picit, hogy mondjam, jól voltunk, és a végén, hát ugye, na, felálltunk, és mondtam, hogy látjátok, gyerek, nem kell félni, jó ember, milyen jó ember, mekkora irodája van, na, hogy nem lesz, ahol lakjunk, ide jövünk hozzá, mert ő a város atya, árvád, gyámula, hogy mondjam, megint feldicsértem. És olyan jó pofa volt az egész történet, mert nézett rám, hogy a polgármester, de látta, az én komolyan mondom ezt. Mondom, elgondolt, ez bekötözik ide nekem, mekkora galiba lesz itt, hogy mondjam. Na, és ha hiszik, ha nem, tehát, hogy három nap múlva hívtak, hogy na, kezdjük el a papírok elintézését, most annyi papírunk van, ki tudnánk tapítázni ezt az épületet vele, mindenféle engedély, de végül is elindult, alkalmaztam egy lányt, azt gyártsa a papírokat nekik. Hogy mondjam, ez kell, akkor van az is. Hogy mondjam, de amit fontosnak látok az, hogy ezzel az emberrel elindult egy párbeszéd. Utána egyszer, ha jön, hozott vagy három vagy négy láda, narancsot, banán, mindenféle, és azt mondja, lesznek a választások, hogyha a gyerekekkel, például tátá urásulója, város atyája, hogyha imádkoznánk, hát én szívesen vállalom, még egy mandátumot, nagyszerű, hogy mondja. Kérdeztem az ortodox papokhoz, nem? Nem, ezek a gyerekek, tuti ez nyerő, hogy négyszer lett polgármester Déván, hogy mondjam, tehát, hogy, na, és azt gondolom, hogy nem csak az van, hogy így együtt működünk, hanem úgy is volt, hogy az úton mentem, s ő ment az autó, a nagy fék kiszökött, megölelt, na, menjünk egy kávét, ígyunk meg. Tehát úgy érzem, hogy igen, a párbeszéd, tehát nem csak felszínesen, hanem én tiszta szívvel tudok érte imádkozni. Tehát, hogy megkedveltük egymást. Végül is megértem az ő szempontjait, gondolom ő is az enyémet, és megy az élet tovább. Tehát hinnünk kell a párbeszédbe. Jézus Krisztus ezt ajánlja nekünk, ő maga is, tehát nem manipulálja, begyúlott az emmauszi tanítványok fejével, hogy így csináljátok, úgy csináljátok, nem, érvel, nyugodtan, higgadtan, szeretettel. Ez a csoda, hogy te meg tudod fogalmazni a férjednek, a feleségednek, a gyermekeidnek azt, ami benned van. És hogyha ezért van az imádság, ugye Jézus is, gondolom, hogy mielőtt kiválasztotta volna a tanítványaikat, visszavonul, csendbe imádkozni. Az olajfák hegyén nagy csütörtök este visszavonul, imádkozik, erőt kér, segítséget, világos gondolkodást kér a Jóistentől, hogy mit tudna mondani. És én azt hiszem, hogy ha megvan bennünk a párbeszédre készség, akkor Isten abban az órában eszünkbe juttatja azt, amit mondanunk kell. És biztos, hogy meg tudjuk oldani a nehézségeinket. Együtt könnyebb lesz sokkal, mint külön-külön. A családba is. Olyan könnyű elválni, olyan könnyű a másiknak hátat fordítani, olyan könnyű a másikat eltaszítani.
statisztika mondják, hogy az első házasságnak körülbelül 40%-a romlik el. A második házasságnál már 60%-a. A harmadik házasságnál körülbelül 80%-a esélyed van, hogy nem jön össze. Hát akkor még mindig jobb a legelsőtotta, hogy mondják holni. Na, szervírozni, nem? Kitartani az a nő mellett. Ott volt egy ilyen kedves férfi, és jött, szitta a feleségét, mint a bokrot. Nem erős volt, amit mondjak, mert ismertem a történet, igaza volt, úgyhogy hogy mondjam. Na, hallgattam, és mondom neki, hogy tudod mit, neked most döntened kell. Úgy tűnik, hogy az igazság is, és az asszonyka is, mind a kettő nem lesz a tiéd. Hát én arra biztatlak tégedet, hogy dönts az asszonyka mellett. Mert az igazság az ingedet se fogja kimosni, vacsorát se fog főzni neked, hagyd a csodába. Menj, vegyél egy csokorvirágot, vidd oda, és mondd neki, kicsi vagy, huncut vagy, de mégis csak az enyém vagy. Na, gyere haza, ne veszekedjünk, nem? Én hiszem, hogy Jézus Krisztus a párbeszéd mellett döntő ember mellett áll. Hiszem, hogy a szeretet mellett áll, és én arra kérem önöket, hogy advent folyamán, minden egyes konfliktusnál fújjuk ki a levegőt, és szólítsuk meg a testvérünket szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattak.